Tavaly hóesésben és mínuszfokokban nyitották meg az adventi vásárt Bátaszéken, idén pedig napsütés, zöld előfű és 12 fok fogadott minket a városban reggel. Csak a főtéren felállított karácsonyfa emlékeztette az embert a decemberre és a közelgő ünnepekre. Volt, aki hiányolta a télies időjárást, más kifejezetten örült a melegnek, mert nem kell habat lapátolnia és sokat fűtenie. Nem mondom, hogy normális, mert a normálistól messze van, hát hónak kéne lenni, de ha nincs, akkor ezt kell fogadni, ez a véleményem. Én nagyon örülök neki, nem kell legalább otthon sok fát tüzelni. A meteorológusok szerint nagyjából 10-15 fokkal van melegebb az 1979 és 2010 között mért átlaghoz képest, de így sem dőlt meg a meleg rekord. Kisbéren ugyanis 1989. december 16-án 20 fokot mértek, Szekszárdon 16 fokig kúszott a hőmérséklet, Tolna megye több pontján pedig 17 fokot is mértek. Kőveri László gazdálkodó azt mondja, a 40 éves adatok alapján, hogy egyre melegebb van Szekszárdon, és az elmúlt években többször fordult már elő, hogy az év utolsó hónapjaiban nem a tél, hanem a tavasz dominált. A 40 év adat sorában 7 olyan év volt, amikor az október, november, december egyfolytában melegebb volt az átlagnál. Ez nem azt jelenti, hogy minden egyes napja, de az ilyenkor szokásos decemberi 1,6-7-es átlaghoz képest 3,5-4 fokos havi középhőmérséklet volt. Most ha a mostani állapotot is figyelembe veszük, ha nincs éjszaka fagy, és nappal 15-16 fok van, akkor az azt jelenti, hogy 6-7 fok a napi középhőmérséklet. A szakember azt mondja, a kártevőknek kedvezhet az enyhe időjárás, de a növényekre valószínűleg nem lesz rossz hatással, kivéve ha a nagy meleg után hirtelen fagy jön. Megindulnak a növények valamennyire nerszkeringésbe, akkor hideg az tud, különösen a gyümölcsfáknál, tehát a fás növényeknél, mert mi van ilyenkor kint az őszikalászos. Az őszikalászos még nem érzékeny. Az előrejelzés szerint szerdán még marad a tavaszias enyhe idő, délután akár 15 fok is lehet.